A varázslat. Évről évre, Masszóret kisfalvában mindenki együtt ünnepelte Szukot ünnepét. Évről évre összegyűjtöttek elegendő fát, hogy megépítsék a sátor falait. A gyerekek kimentek a mezőre, és ágakat szedtek tetőnek. Évről évre a rabbi elmagyarázta a lakosoknak, hogyan készítsék el a lulávcsokrot. Megmutatta, hogyan fonják össze a pálmaágat a mirtusz és a fűzfa ágaival. A messze-messze lévő Szentföldről, a tengeren túlról megérkeztek a sárga, jó illatú etrogok. És végül, Szukot előestjén, minden család sorban belépett a sátorba, hogy együtt lakomázzon és imádkozzon. Másnap mindenki a zsinagógában gyűlt össze, a gyerekek figyelték, ahogy a felnőttek elmondják a különleges áldásokat, meglengedték a lulábot minden irányba, és járták körbe a zsinagógát. 7 napon át váltották egymást a kisvároska lakói, minden nap más és más család érkezett a sátorlombja alá. Az ünnep végén, amikor leszedték a falakat és a tetőként szolgáló ágakat, a gyerekek szomorúan mondták egymásnak: most várnunk kell egy teljes évet, hogy újra eljöjjön a sátoros ünnep. Egyik évben, amikor fújni kezdett az őszi szél, egy idegen lovagolt be a városba. Fényes, színes kocsit húzva maga után. Egy nappal Szukot előtt voltunk éppen, és a gyerekek már mind a mezőn voltak, gyűjtögették az ágakat, és szedték a gyümölcsöt. Csak a felnőttek látták az idegent, ahogy lován végig galoppozott a köves, gírbe, gurba főutcán. Az asztalos már elkezdte felállítani a sátor falait, a szakácsok már készítették az ünnepi lakomát. Az otthonokban a nagyszülők a lulávcsokrot kötözték, amikor egyszer csak meghallották az idegen kiáltását: gyógynövényeket, amuletteket tessék! Szerencsét hozó talizmánok, szerek minden betegség meggyógyítására! Tessék, tessék, vegyétek, vigyétek! Más napokon, rendes hétköznapokon, amikor utazó árusok jöttek a városkába, az emberek boldogan nézegették árujukat, portékáikat, örömmel hallgatták történeteiket. A kisvároska magasan a hegyekben volt, és az ott élők igazán ritkán hallottak arról, mi történik lenn a völgyben vagy más helyeken. Ezen a napon azonban senki sem állt meg. Senki nem mustrálta az árut, nem mentek oda a kocsihoz. Az asztalosok tovább kalapáltak, a pékek tovább kavartak, gyúrtak, dagasztottak. Az idegen újra és újra elrikkantotta magát, de senki sem figyelt rá. Végül egyszer csak egy szabó elszaladt a kocsi mellett egy nagy halom ruhával a karján, és azt mondta az idegennek: bocsánat, barátom, nincs időnk ma utazóárusokra, az egész város Szukot ünnepére készül. Amikor az idegen ezt meghallotta, nagyon mérges lett. Mindenhol, ahol eddig megállt, a népek a kocsia köré gyűltek, és örömmel vásárolták talizmányait, amuletjeit, varázsszereit, még akkor is, ha nem volt igazán hatásuk. Itt azonban nem volt rá idejük. Azt a mindenit, gondolta magában a varázsló, mert most már elárulhatom, hogy ez volt az igazi hivatása. Nincs rám idejük. Fontosabb nekik a kis levélkunyhójuk építése, mint hogy megvásárolják az árumat. Na, majd meglátjuk. Ez a kisvároska soha nem ünnepel többé, ebben biztosak lehetnek. Ezzel benyúlt a kocsijába, és elővett egy kis poros vörös zsákocskát, 3-szor körözött felett a karjával, és elmormolta a következő szavakat: felejtés varázsvirágai tegyétek kérésem, a városka falain belül lévő minden ember felejtse el célját,
törölt ki ennek az ünnepnek még az emlékét is a fejükből és a szívükből. Tegyék tovább szokásos dolgaikat, éljék tovább életüket, de ünnepeikre úgy emlékezzenek csak, mint valami régi álomra, ami elmúlt. Ezzel kilépett a kocsi mögül, és a zsákocska tartalmát szélnek eresztette. Az őszi szél felkapta a kis virágokat, melyek teljesítették a parancsot. A virágmagvak szerte szétszálltak, minden kis apró részbe berepültek a városban. A levegő édes illattal lett tele, az asztalos beleszagolt, majd letette a kalapácsot. A pékek megérezték, lekapcsolták a kemencéket. A rabbi és a kántor becsukták szent könyveiket. Minden házban a szülők és a nagyszülők ledobták a lulávcsokrot, és ráléptek. Az emberek rendszeres dolgaikkal kezdtek foglalatoskodni, visszatértek napi teendőikhez, mintha mi se történt volna. A varázsló elégedetten nézett körbe. Most ünnepeljetek, én vagyok a legnagyobb varázsló! Kiabált egyet győzelmesen, majd megsuhintotta ostorát, és kilovagolt a városból. Mindez idő alatt a gyerekek kint gyűjtögették az ágakat, leveleket, gyümölcsöket a mezőn. A felejtés virágai nem értek el hozzájuk, hiszen a városfalakon kívül voltak. Mikor visszatértek, furcsa látvány várta őket. A sátor falai csak félig álltak, mirtusz és fűszfaágak meg pálmaágak hevertek a földön. Senki felnőttet nem találtak, aki az ünnepre készülődött volna. – Anyu! Apu! – kiabálták. – A nap lemenőben van, be kell fejeznünk a sátrat! A szülők azonban csodálkozva nézték őket. Mi az a sátor? Miről beszéltek? A gyerekek összegyűltek és elszaladtak a rabbihoz. Segíts, segíts a szüleinknek megkötni a csokrot! A rabbi azonban értetlenül rázta a fejét. Milyen bolondságot beszéltek? Menjetek haza, késő van, hogy kinyárkáljatok! A gyerekek összegyűltek a főtéren. Mit tegyünk? A felnőttek elfelejtették Szukotot. Tennünk kell valamit, meg kell ünnepelnünk a sátoros ünnepet. Körülnéztek, mire az egyikük azt mondta, én azt hiszem, emlékszem, apu hogyan fűzte össze a növényeket. Egy kislány pedig, én emlékszem, az asztalos hogyan szögeli a falakat. Lassan-lassan összeszedték magukat, és úgy döntöttek, megépítik a sátrat. Az idősebbek fogták a kalapácsokat és szögeket, felállították a falakat, felmásztak a létrára, és befették a tetőt az ágakkal és a levelekkel. Feldíszítették a falakat almával, szőlővel, színeztek és képeket tettek a falakra. A kisebbek összegyűjtötték az elhullatott pálma, mirtusz és fűszfágakat, és megkötötték a csokrokat. A többiek az etrogokért mentek. Végül, épp mielőtt a nap lement és az első csillag megjelent volna az égen, letették a szerszámokat, összeszedték a létrákat, megtisztították a kezüket. A szuká készen volt. Állt az ünnepi sátor. Minden készen állt az ünnephez. Fáradt a nagy munkától, szinte azonnal elaludtak a sátorban. Reggel, amint felkeltek, az egyik kislány azt mondta, gyerünk, itt az idő a csokor meglengetésére. Összegyűltek hát a kislány körül, aki a kezében tartotta a lulávot és az etrogot. Lassan elmondták az áldást, és elkerekedett szemmel figyelték, ahogy a kislány meglengeti a csokrot minden irányban. Majd mindenki megismételte. A sátor tele volt a gyerekek éneklésének hangjával és a csukrok suhogásával. Kint lassanként gyülekeztek a felnőttek. A varázsvirágok elfeledtették velük az ünnepet, de a kíváncsiságuk megmaradt. Mit csinálnak a gyerekek ebben a furcsa kis tákolmányban? Suttogták egymás közt. Milyen fura játékot játszanak? Ebben a pillanatban hatalmas vihar kerekedett, és óriási szél fut keresztül a városon, mindent szétrepítve, ami az útjába került. Megremegtette a házak falait. Az emberek szétfutottak az ijegységtől, menedéket kerestek. Csak a sátor állt biztosan és szilárdan, benne a gyermekek biztonságban voltak. Ömleni kezdett az eső, a szuká azonban száraz maradt. Amilyen gyorsan eleredt, olyan hirtelen abba is maradt az eső. Az illat, ami ott keringett a levegőben, már elillant. A lakók visszatértek a főtérre, és megálltak a sátor előtt. A rabbi megdörzsölte a szemét. Az asztalos megrázta a fejét. Az apukák és anyukák, nagybácsik és nagynénik, a nagyszülők mind pislogtak és vakarták a fejüket. Rabbi, mondta a pék, mit csinálunk a sátron kívül, amikor a gyerekek benn vannak együtt?
Igen, mondta az asztalos. Kifejezte be a falak építését. Az utolsó dolog, amire emlékszem, az, hogy mászok lefelé a létrán. Gyerekek, engedjetek be minket! Itt az idő a Szukkot megünneplésére. Akkor a gyerekek megértették, hogy a gonosz varázslatnak vége. Kifutottak, kézen fogták szüleiket, és berángatták őket a sátorba. Szukkot felmaradó napjaiban mindenki ott evett, aludt, énekelt, és beszélgetett a Szukkában. Ha elmentek Massoretbe, ezt látjátok majd ma is. Egy kis változtatást tettek csak a városlakók. Azóta gyermek veri be a sátorba az utolsó szöget, és egy másik gyerek teszi fel az utolsó ágat a tetőre. És mindig egy gyerek mondja el az első áldást a lulávra. Arra emlékezve ezzel, amikor a gyerekek megmentették Szukkotot. Ja, hogy mi lett a gonosz varázslóval? Nagyon pórul járt, belélegezte ő is a virágok illatát, és mindent elfelejtett, amit addig tudott. Eltévedt a sötét erdőben, és a mai napig nem talált ki onnan.